Csak a legostobább Fidesz szavazók vehették magukra, ezt felelte Márki-Zay Péter a Híradónak arra a kérdésére, hogy mire célzott, amikor trágyával letetett gombákhoz hasonlította azokat, akik támogatják a kormány rezsicsökkentését. A baloldal miniszterelnök jelöltje folyamatosan bírálja a rezsicsökkentést, amelyet átvágásnak és népbutításnak is nevezett már. Szerinte inkább kevesebb áramot és gázt kell használni. Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás. Az elmúlt hetekben folyamatosan bírálta az embereket 2013 óta segítő rezsicsökkentést Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök jelöltje többször hangot adott annak, hogy az embereket szerinte a magasabb árakkal lehet spórolásra ösztönözni. Ez jelenteni elmélete szerint a valódi rezsicsökkentést. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. A kormány által bevezetett árszabályozásra Márki-Zay Péter válogatott jelzőket használt. A rezsicsökkentést hol hatalmas átverésnek, hol pedig elhibázott ostoba lépésnek nevezte. Egy néhány napja nyilvánosságra került videóban pedig még ennél is tovább ment. Ebben a hódmezővásárhelyi polgármester a rezsicsökkentés támogatóit trágyával táplált gombákhoz hasonlította. Ez olyan, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és tárgyával letetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát. Sötétben tartanak, és tárgyával táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsodással és a többivel lehet választást nyerni. Csak a legostobább Fidesz szavazók vehették magukra. Márki-Zay Péter kedden újabb jelzővel egészítette ki azt, hogy mit gondol a kormánypárti szavazókról. Én egy sötétben trágyán nevelt gomba vagyok, hogyha támogatom a rezsicsökkentést. Hát nem tudom, hogy az ön szellemi képessége lehetővé teszi ezt, hogy tudjanak szöveget értelmezni. Az M1 riportere hiába szerette volna megtudni, hogy a trágyával letetett gombák hasonlattal mire célzott a baloldali miniszterelnök jelölt. Márki-Zay Péter először személyeskedve az újságíró értelmi képességeit vonta kétségbe. Csak a legostobább Fidesz szavazók vehették magukra. Ezután azokat is ostobának nevezte, akik a kormánypártok politikájának hisznek. Most már a kormánypárti szavazók nem csak gombák, hanem ostobák is. Azok, akik elhiszik, hogy a Fidesz bevándorlás, azok végtelen ostoba. Ezeknek a mondatoknak a tartalma túlmutat azon, hogy kommunikációs problémáról van-e szó. Ezek morális kérdések. Morális kérdés, hogy egy politikus mit gondol a választókról, még akkor is, ha azok az ellenfél támogatói. Ezt a 21. század intézetelemzője mondta a Kossuth Rádióban. Márki-Zay Péter többször sértegette ez idáig leginkább a Fidesz szavazókat, most viszont szintet lépett, mert minden olyan állampolgárt megbántott, aki a rezsicsökkentést támogatja. Ugye ez a társadalomban körülbelül egy ilyen 80% a felmérések szerint. Nagy Ervin hozzátette, Márki-Zay Péter ezzel beállt a baloldali kommunikációba. A rezsicsökkentés és az intézkedéssel egyetértők támadásával pedig nem a magyar állampolgárokat, hanem a baloldali nemzetközi multinacionális cégeket és a brüsszeli elitet képviseli.